Az esélyteremtő együttműködési hálózat a hátrányos helyzetű gyermekek és szüleik számára nyújt segítséget három országban. A projekt záró konferenciáján elhangzott, a térségünkben vannak olyan szegregátumok, ahol már felnőtt több generáció úgy, hogy nem látták a szüleiket munkába menni. Ennek a problémának a felszámolása pedig az iskolákban kezdődik, a hátrányos helyzetű családok felkarolásával. Azt gondoljuk, hogy ahhoz, hogy a gyermekek sikeresek legyenek, elengedhetetlen, hogy a pedagógus és a szülő együttműködjenek egymással. Sajnos az utóbbi években az együttműködés sokféle ok miatt hátrányt szenvedett, és mi erre fókuszáltunk a projektbe. Kerestük azokat az utakat, azokat a lehetőségeket, amivel elérjük a családokat, és itt elsősorban a hátrányos helyzetű családokról beszélünk, akiknek alacsonyabb az érdekérvényesítési képessége, nehezebben mozdulnak, nehezebben állnak szóba a pedagógusokkal, esetleg félnek a kudarctól, és úgy érezzük, az a meggyőződésünk, hogy nekünk pedagógusoknak kell ezeket a lépéseket megtenni, hiszen mi vagyunk a szakemberek. Az esélyteremtési hálózat ötlete az Evangélikus Pedagógiai Intézettől származik, akik megkeresték a romániai és szlovákiai partnereiket, hogy az ottani esélyteremtő oktatást is fejlesszék. Ennek eredményeként egy pedagógiai módszertani kötetet is összeállítottak, amelyet mindhárom nyelven megjelentettek. Mindig igyekszünk részt venni olyan projektekbe, amelyek valamilyen szinten a romániai-magyar oktatás sekerét előbbre segíti. Márpedig számunkra nagyon fontos az, hogy megmaradjanak az iskoláink, megmaradjanak az osztályaink, tagozataink, és ehhez pedig nagyon sokszor olyan módszereket kell alkalmazzunk, amelyekhez ritkábban nyúlunk, vagy egyáltalán nem nyúltunk. Ezért is örültünk ennek a lehetőségnek, hogy egy ilyen az esélyteremtésnek ezt a lehetőségét megismerve megszólítsuk azokat, akiken múlhat például egy osztálynak vagy tagozatnak a megtartása, iskolahálózatunknak a fenntartása. A Romániai Magyar Pedagógus Szövetség elnöke hozzátette, a folytatásban azokat a megoldásokat és pedagógiai módszereket szeretnék alkalmazni a helyi oktatásban, amelyek alapjait ebben a három éves projektben fektették le.